Önkormányzat működését elsősorban az ott lakó emberek minősítik, ezért fontos számunkra az élhető és a szerethető lakókörnyezetnek a biztosítása. Fontos, hogy a Tácra ellátogatók örömmel jöjjenek el hozzánk, és az itt lakó emberek pedig jól érezzék magukat. Fontosnak tartjuk a közbiztonság, a közterületek, az óvoda, iskola és az egészségügyi alapellátásnak a megfelelő működését. Emellett számos olyan lehetőség van falunkban, ami a hozzánk ellátogatóknak az igényeit és kikapcsolódását segíti. Ilyen lehetőséget biztosít horgásztavunk, amely várja a horgászat szerelmeseit, és a nyári lovastáborok, amelyek a fiatalabb korosztálynak kínálnak szünidei kikapcsolódási lehetőséget. Különleges gasztronómiai élményt adnak hagyományos tavaszi pálinka versenyeink és az őszi táci toros és táci rétes fesztivál. Legnagyobb és legjelentősebb látványosság településünkön, ami miatt hazánkban és szerte a nagyvilágban ismerik Tácot, az az egyedülálló és nemrég megújult római koli szabadtéri régészeti ásatás, a Gorzium. Itt a 21. századi technika segítségével egy valódi ókori kiránduláson vehetnek részt, megcsodálhatják az értékes műkincseket, a színházi előadásokat, a kikapcsolódás antik szigetén, a Táci Gorziumban. Kultúráját őrző Fejér megyei település, Tác, elsősorban annak köszönheti hírnevét, hogy itt található az ország legnagyobb méretű római kori szabadtéri múzeuma, Gorzium. Benne Pannonia Inferior tartomány egykori közigazgatási, később vallási központjának romjaival. Tác határában összesen 46 régészeti lelőhelyet regisztrálnak, Gorzium ezek közül a legjelentősebb. Az 1958 óta folyó ásatások nyomán a Duna vidék egyik legnagyobb régészeti parkja jött létre, feltárt városfalakkal, fórummal, szentélyekkel, a szentély kerület csarnokaival és templomaival. Maga Tác a 17. század közepén alakult ki a Sárvíz jobb partján. A falu birtokosa a Zicsi család volt. A család emlékét a Tác világos pusztán álló, jelenleg nem látogatható, eklektikus stílusú kúria őrzi, amely a 20. század elején épült. A falu fejlődése, modernizációja a rendszerváltozást követő évekre tehető. Akkoriban szinte a teljes infrastruktúra kiépült, a 2000-es évek elején pedig a település északi részén számos új építési telket alakítottak ki, melyek nagy része rövid időn belül gazdára is talált. Az idegenforgalmi időszakon kívül csendesnek mondható települést kedvelik a Tácon élők, és a kisgyermekes családok száma is egyre nő. Gorzium határában az önkormányzat nagy kiterjedésű földterülettel rendelkezik, amelynek idegenforgalmi hasznosítására már eddig is különféle elképzelések születtek. A település már csak azokat a befektetőket várja, akik e páratlan értékű és szépségű területen új, nemzetközi jelentőségű látványossággal várnák a Gorzium megtekintésére ideérkező turistákat.